Köszöntöm a kedves nézőket, Vilus Tibort hallják, megyei első osztályú női kézilabda mérkőzést láthatnak. A mai napon a Sotatkerti TBS Plastik csapata a kiskörösi NKSS-e gárdáját látja vendégül. A hazai csapatot fehér-fekete, a vendég kiskörösieket pedig piros-fekete szerelésben láthatjuk. És a mérkőzést a vendég kiskörösiek kezdték. Ugye szomszédvári rangadóról beszélhetünk, a két csapat mindig nagyot küzd egymással, egy bejátszott labda a kiskörösiek részéről, pontatlan volt, jöhet a Soltvatkerti akció. A legutóbb egyébként a kiskörösiek nagy gólarárú győzelmet arattak az őszi szezonban, hazai pályán, tehát ha mondhatom így, a Soltvatkerti csapat részéről van miért visszavágni ezen a mérkőzésen. Szentpéteri egy lövőcsel után elveszti a labdát, és lábat ér a labda a kiskörösieknél. Jöhet a Soltvatkerti akció. Szentpéteri nem tud betörni. Kapnak egy szabad dobást a kiskörösiek. És jöhet a vendég akció. Márki tovább, onnan akár el is lehet dobni, Mokos. Lövőcsel után Csepreginek, Mokos kapja vissza. Jól védekezik most a hazai csapat. Szentpéteri lépett ki, de viszont jó a bejátszás a Márkinak. Szép volt az összhang. 1-0-ra vezet a kiskörösi csapat. Kovrik Szabó volt a gólszerző a vendégek részéről. Márki lép ki. Bennarik tovább tudja tenni, Szentpéteri, Mokos megfogja őt. És egy sárga lapot kap Mokos a kiskörösi csapat részéről. Bennarik. Szentpéteri. És egy jó labda szerzés, de kicsorog a labda az oldalvonalon túlra. A Soltvatkertiek jöhetnek továbbra is támadással. Bennarik, Petrezselyem, Szentpéteri, két-három ember között nem tud betörni, és vendég szabálytalanságot fújnak a játékvezetők, ez az indítás pedig rövid. Bennarik halássza el a labdát, Szentpéteri a bal oldalon, Szentpéteri egy csel után rálép a vonalra, így aztán visszafújják az akciót a játékvezetők. Horváth Zoltán és Török Kristóf Zoltán a két játékvezető. És miközben a kiskörösiek támadnak, mondanám a két csapat keretét is, a hazai csapat a következő, Bennarik Petra, Görbe, Gabriela, Drenkovics, Ujján, Dúl, Izabella, ő a kapus, ugye. Markó Kitti, Nagy Nikolett, Petrezselyem, Zsófia, közben Márki kap egy rossz labdát. Szentpéteri Flóra, Tóth, Óber, Márta és Bleszák Nóra a mai mérkőzésre a keret. Ez annyit jelent, hogy három cserejátékos a kispadon, valamint Opauszki Péter, mint edző irányítja a csapatot. Domokos Faragó, szabad dobás a kiskörösieknek. A kiskörösiek bővebb kerettel érkeztek, Boldizsár Nikita a kapus, Csepregi Judit, Domokos Faragó Ágnes, Fazekas Laura, Kollár Csenge, és egy gól a vendégek szerzik. Ez annyit jelent, hogy már 2-0 az állás a kiskörösi csapat javára. Szentpéteri. Bennarik tovább. Petrezselyem le a szélre, üres ember, és
Boldizsár védi, jól zárta a szöget. Markó volt az, aki kapura lőtt. Tehát mondanám akkor a vendégek keretét is. Még egyszer Boldizsár, Nikita, Kapus, Sepregi, Judit, Rita, Domokos, Faragó, Ágnes, Fazekas, Laura, Koller, Csenge, Kornóci, Natália, Kovrik, Szabó, Ivet, László, Luca, Luca, Evelin, Márki, Éva, Mokos, Anita. Márki közben lerakja a labdát Csepreginek, és egy óriási gól. Csepregi a szerzője. Tehát Mokos Anitánál tartottam, rajta kívül van még Sisner, Hanna, van még Zsubori, Zsófia, a csapat edzője pedig Cérna János. Nulla három a találkozó állás, a kiskörösiek kezdik jobban a mérkőzést. Bennarik, Petrezselyem egy lövőcsel után, elveszi a labdát. Kovrik Szabó passzol előre, most ebből el lehet indulni, Mokos. Kilépi szépen, és végül belövi a gólt. 0-4. Petrezselyem, Bennarik. Petrezselyem tovább, Bennarik, egy bejátszás középre, ott nem lehet kapura fordulni. Bennarik eldobja távolról, a kapufáról visszapattan, és így ez 7 méteres. Nagy volt az, aki kapura tört. A 7 méterest pedig Bennarik végezheti el. Egy lövőcsel után Bennarik nagyon magabiztos. És ezzel megvan a hazaiak első gólja, 1-4 az állás. A kiskörösi csapat nagyon belekezdett így a mérkőzés elejébe. Schissler távolról lő, óriási gólt a bal felsőbe. Bennarik tovább tudja tenni, Szentpéteri szépen szedte össze a labdát, jó paszt kapott, ott volt a rés. És be is lőtte a helyzetet Szentpéteri. 2-5. Mokos, Schissler, Márki, Domokos, Faragó, Márki. Elaprózta egy picit a végén, lendületet vesztett. Csepregi ellövi a labdát, ami után szabad dobást kapnak a kiskörösiek. Márki tovább, Schissler, gyönyörű lábmunka, végén pedig belövi. Két embert is becsapott ezzel a mozdulattal Schissler. 2-6 így az állás. Petrezselyem, Bennarik. Szentpéteri, Bennarik, Petrezselyem, Bennarik tovább, Drenkovics a bal szélen, ugye Szentpéteri ellövi, és egy nagy kapufát dob. Nem volt az rossz lövés, picit tévesztett irányt Szentpéteri. De ugye nem léptek ki rá a kiskörösiek, és ezt ki is használta majdnem Szentpéteri. Márki, Schissler, Domokos, Faragó, Schissler, Márki, Csepregi, Mokos, gyorsítja most a játékot a kiskörösi csapat, Domokos, Faragót megfogják, ő így nem tud kapura törni. Bleszák volt, aki útját állta. Mokos, Márki, Schissler, Domokos, Faragó,
Márki tovább, Csepregi, Mokos. Schissler bejátsza középre, nagy birkózás középen, és ebből lesz egy 7 méteres végül. A Blesák szabálytalankodott, és kap is egy sárga lapot, a hazai csapat 2-es számú játékosa. A 7 méteres pedig Csepregi végezheti el. Egy lövőcsel, Csepregi, és most aztán belövi. Méghozzá nagyon pontos lövés, védhetetlen így. Ez a gól. Esélye nem volt Dúl Izabellának, a hazai a kapusának hárítani, miközben 2-7-es állásnál a találkozó 10. percében Opauszki Péter, a hazai csapat edzője időt kért. 5 gólos a kiskörösiek előnye jelenleg. És egyelőre a Soltvadkertiek sem védekezésben, sem támadásban nem tudnak lépést tartani a vendégekkel. De ugye, mint a mérkőzés előtt mondtam, jóval hosszabb a kiskörösiek kispadja, nagyobb a merítési lehetősége a mai napon Cérna János edzőnek. Jobban tudja forgatni a csapatát. És a kiskörösiek egyébként a mérkőzést az idősebb, ha nem sértem meg a lányokat, koruknál fogva az idősebb játékosokból álló csapattal kezdték, most pedig egy csere a vendégeknél, és jönnek a fiatalok, a lendület, a fiatalos lendületet képviselve. A rutinosabb játékosokból álló kiskörösi sor az egyelőre hozta, ami elvárható tőlük, hiszen az első 10 percet 7-2-re nyerték a kiskörösiek, most pedig a Soltvadkertiek támadhatnak. Görbe. Bennarik tovább, Markó Bennarik Görbe. Ott nem tud betörni. Zsubori, valamint László fogta meg őt. Görbe nem tudja tovább tenni, Fazekas megszerzi a labdát, szépen csentel, és közben László összegyűjti középen. Fazekas. Csepregi. László, fellökik őt. László most a vendégeknél az irányító. Fazekas. Fazekas még, ellövi, Dúl nagyot véd lábbal. Görbe. Szentpéteri Görbe indul lendületből, Görbe. Be tud törni, és így 7 méteres. Sőt, még sárga lap is lesz. László kapja a sárga lapot. És Bennarik lőheti a hetest. Nagyon sarokra ment a lövés, így védhetetlen volt. A maga biztos gól Bennarik Petra részéről. 3-7 az állás. Fazekas, László, Kollár, Fazekas. Felugrik, eldobja távolról, ez könnyű cse meg Dúl Izabellának, aki indít, visszaér László, és Csepregi kiejti a labdát, amit aztán Blesák gyűjtött be. Szentpéteri lepasszolja Drenkonicsnak, Görbe, össze tudja még szedni a háta mögé kapott labdát, Bennarik, üres ember a jobb oldalon, és kihagyja Markó a helyzetet. Boldizsár ismét jól zárta a szöget. László. Fazekas. Kollár egy picit a háta mögé Fazekasnak. László le a szélre, Csepregi eldobja bele a kapusba.
Most bizony dúl. Több nagy védést is bemutatott a hazai hálóőr. Bennarik. Görbe. Szentpéteri görbe. Bennarik. Próbál betörni két ember között. Szabad dobást kap. Bennarik. Egy készfogó. Bennarik. Kiejtett labda, aztán Csepregi is kiejti, Szentpéteri is kiejti. Hát bizony érdekes volt ezt így látni. Kollár, Kollár meglódul, és kilövi a hosszút. Nem volt könnyű labda pontosabban összeszedni valahogy Kollárnak ezt az indítást, megtette, és utána már lendületből megoldotta Görbe. De a szélre Drenkovics helyzetben lepattintja a földre labdát, így aztán nem tud védeni a vendéghálóőr. Fazekas elindul, és ő is ugyanúgy, mint ahogy Drenkovicstól láthattuk, a földre pattintva lövi a gólt. Markó, Bennarik. Bennarik a labdával. Szentpéteri középen el tudja lőni, így azonban 7 méteres, az alaponari játékvezető mutatja, hogy belül védekezés miatt ítélt 7 méterest. A 7-est pedig Bennarik végezheti el. Egy lövőcsel után nagyon magabiztos. Öt-kilenc az állás. Bennarik egyébként már a harmadik gólját szerezte. Kollár, László. Nem tudott betörni. Útját állták. Kollár. Fazekas távolról megpattan a blokkon a labda, így azonban sarokdobás jöhet. László összegyűjti. Ismét László próbálja betenni a labdát középre, Zsuborit kereste. Pontatlan volt a passz. Drenkovics. Bennarik. Görbe, Bennarik. Leszák. Görbe be tudja tenni középre, ott azonban nem lehet lefordulni. Fazekas védekezett most jól. Leszák. Bennarik. Görbe tovább. Szentpéteri, Drenkovics. Próbál lefordulni, kevés sikerrel. Görbe, Bennarik, Blesák, Bennarik tovább, Görbe, Szentpéteri, Drenkovics, Görbe, jön Szentpéter lendületből. Egy szabálytalan zárás mutatja a játékvezető, emiatt kapott szabaddobást a kiskörösi együttes Zsubori. Fazekas le a szélre Kornócinak, Fazekas, László, megrángatják a mezét Lászlónak. Szentpéteri volt szabálytalan. László, Zsubori összegyűjti, és valahogy bedobja, nem adják meg. Rálépett a vonalra Zsubori. Szentpéteri le a szélre, Drenkovics, eldobja és góldob. Fazekas. Fazekas, jó a bejátszott labda, Zsubori kiejti. Hát mekkora labdát kapott Zsubori. Bizony ezt össze kellett volna szedni.
Drankovics, Szentpéteri, Görbe, Bennarik. Jöhet a fal előtt az adogatás, Görbe nem tudja tovább tenni, ott a szélen az üres ember, Blesák, ő pedig kihasználja ezt a lehetőséget. Kezd felzárkózni a hazai gárda. Schissler. Schissler indul el, és Zsubori még belecsap a labdára, de Zsuboriról megy ki szerintem, igen. Mutatja is a játékvezető. Szentpéteri. Nem tud kapura fordulni. Görbe. Leszák. Bennarik bejátszana a labdát, meglökik ott középen nagyot. Bennarik tovább passzolja Görbe, Szentpéteré, Drankovics üresen, és ő belövi. Drankovics jó kézzel használja ki ezeket a lehetőségeket. Schissler, Kornóci Schissler, László, Fazekas. Eladott labda. Schissler, László tovább, Fazekas. Amikor betenné a labdát, akkor már lefújják szabálytalanság miatt a játékvezetők. Fazekas elindul egyedül vele a kapusba, és lépéshiba miatt kap szabad dobást a Soltvadkerti együttes. Görbe tovább. Veszák. Szentpéteri kiejti a labdát. Fazekasnak ez jó. Fazekas indul meg lendületből. Visszahúzni sem tudják. Zitzer, és Fazekas bedobja. Szép kontratámadás volt. Nyolc 11 így az állás. Szentpéteri tovább, Drankovics. Görbe, Fazekas, szépen lépedve. Schissler indul meg, Schissler lendületből, és a kapufára dobja az Itzert. Drankovics összeszedi a visszapattanót, és egy sárga lap. Nagy kap sárga lapot a játékvezető utólagoztatta ki. Ha jól hallottam, számot mondott, 75-öst, akkor az hazaiaknál nagy neki. Méghozzá egy visszahúzás miatt. Görbe. Bennarik. Görbe. Szentpéteri. Görbe. Szentpéteri. Jó ablok. Igen, jó ablok. Sarok dobás jöhet így. Boldizsár nem tudott beleérni a labdába. Fújtak a játékvezetők, de hogy mi következik, azt most így nem tudom megmondani, akkor ezek szerint sarokdobás, újra meg kell ismételni ezek szerint. Leszák, Szentpéteri pontatlan volt a passza. Boldizsár, Bokos. Visszajön a kicskőrösiek rutinossabb sora. Tudtak egy picit pihenni a lányok az első sor. Luca. Márki. Domokos faragó, Mokos. Hovrik Szabót kereste volna középen. Luca tovább. Schissler, elindul Luca, és a hatos vonalon belül
futott át az egyik kiskörösi lány, ezért érvénytelen a találat. Bennarik, görbe, Szentpéteri. Bennarik lepattintott labda után elindult. Szabálytalanság történt, szabad dobásra jöhet a hazai gárda. Nagy kezében a labda. Bennarik. Görbe tovább, Szentpéteri. És Drenkovics éles szögből ellőtte, most nem a földre pattintott a labdát, ezt tudta védeni Boldizsár. Kap egy szabad dobást a Sotatkerti csapat, amit meg kell ismételniük. Görbe, Bennarik, Görbe, Szentpéteri, Szentpéteri mozog keresztbe, Bennarik lefordul, kilövi a hosszút. Szép megmozdulás volt. Ugye aztán Bennarik Petra már 4 gólos, 9-11 az állás. Márki, Mokos, Domokos faragó, kiejti, Márki összegyűjti. Márki tovább tudja tenni, Mokos eldobja és gól. Bennarik. Görbe, Szentpéteri, Drenkovics. Görbe, nem dobja el, Bennarik le a szélre, leszág tovább. Görbe, egy bejátszott labda oda középre a beállósnak, de hát hárman állnak előtte. Befordulni sem tudott kapura nagy. Görbe, Bennarik el fogja dobni, jó a blokk, és Boldizsár felszedheti a labdát. Márki, Mokos, Márki, Schissler, Mokos, Márki elindul, szépen kilőtte a hosszú sarkot. Bennarik. Görbe középen, leszák, Görbe tovább tudja tenni, Szentpéteri, nem tudja eldobni. Görbe, Petrezselyem, Szentpéteri, nem jó labdát kapott bizony. Mokos elindul lendületből, Csepregi ott a szélen, és Csepregi bedobja. Aztán Csepregi a nagy lendülettől még neki csúszik a kapufának is, de már rohan visszavédekezni nagy lendülettel. ...9-14 az állás. Drenkovics, Szentpéteri, tovább a labda, le a szélre. Szentpéteri tovább, Drenkovics, és Boldizsár rájött, hogy Drenkovics akkor elérvényes, hogyha ledobja a labdát a földre. Most összezárta a lábát az utolsó pillanatban, egy picit mondhatom úgy talán kiismerte Drenkovicsot Boldizsár, és így tudott most hárítani a vendégkapus. Schissler, Márki, Schissler, Csepregi, Márki, Mokos, Domokos faragó, Márki tovább, Mokos el fogja dobni, picit megtámasztották a kezét, de ez még belefért. Oda a lehetőség, jöhet a Sótvadkerti csapat, Szentpéteri, Görbe, Petrezselyem, Görbe, Szentpéteri, Görbe, nem dobja el, Petrezselyem egy lövőcsel után, bejátsza középre a nagy helyzetben, és becsorog a labda. Boldizsár még beleír, de hárítani már nem tud.
Márki. Mokos. Tomokos Faragó. Márki. Még bő egy perc van hátra ebből a félidőből. Mokos. Márki. Bejátsz a középre. Mekkora labda volt. Egy finom passz. Kovrik Szabó értékesíti a lehetőséget. Most közben Mokos esett el a visszafelé futás közben. A lábához kapnék hozzá, a jobb lábához Mokos Anita. De úgy tűnik, talán nincs nagyobb baj. Görbe Szentpéteri. Görbe. Petrezselyem. Görbe egy rossz labdát kapott. Petrezselyem. Görbe. Szentpéteri próbál egyedül. Nagy, kemény ütközés középen. Hát így aztán 7 méteres bőven. Ugye belülvédekezés, szabálytalanság. Vendég részről. És egy kis körös is a földön. Méghozzá Márki Éva, aki aztán mosolyogva felkel, a könnyökét verte be, úgy látom. A 7 méteres pedig Drenkovics végezheti el. Lövő csel után, magabiztos lövés. Tíz-tizenöt az állás, még van 10 másodperc a fél időből, Mokos tovább, eladja a labdát, Szentpéteri, egy taktikai szabálytalanság Mokos részéről, Márki még megszerzi, eldobja távolról, és ez a vége. Mármint az első fél időnek 11-15-tel zárul az első 30 perc, tehát a kiskörösiek 4 gólos előnnyel mehetnek pihenőre. Most jön egy kis szünet, aztán jövünk a második félidővel. Jöhet tehát a második félidő. Az első félidő 11-14-jel zárult. A félidőben történt egy egyeztetés, és kiderült, hogy Zsubori gólját a vendégek részéről a kiskörösiek 9. találata után szerezte Zsubori, de nem adták meg a játékvezetők, és hibásan lett feltüntetve az eredményjelzőn. Ennyi hozzátartozik ugye az eredmény hűségéhez, illetve hivatalossá tételéhez. A játékvezetőknél egyébként megkérdeztem a félidőben, 14 kiskörösi találat lett beírva, tehát a játékvezetők pontosan regisztrálták a gólokat, és még hozzáteszem, jó, hogy a félidőben derült ez ki, hiszen bosszantó lett volna, hogy a mérkőzés végén esetleg döntetlennél, vagy egy gólos különbségnél ilyen dolgon múlik, hogy ki nyer, vagy ki veszít mérkőzést. És Márki szerez labdát, de visszafújja a játékvezető. Márki csodálkozik. És passzív a sótat kertiek. A játék a Petrezselyem eldobja, a Boldizsár pedig egy nagyot véd. Ki sem pattan róla a labda. Tehát így most jelenleg 3 gólos kiskörösi előnynél a vendégek támadhatnak. Domokos Faragó, Mokos, Márki. Fazekas, Csepregi, Fazekas, Márki, Mokos, Márki tovább, Fazekas, Mokos, Szentpéteri szerzi meg a labdát és kap egy szabad dobást. Most akár gyorsan indíthatnak is a Soltat kertiek, jön a kontra, Blesák, Fazekas visszajön védekezni és Boldizsár véd. Jól zárta a szöget a vendégek kapusa. Csepregi. Mokos, Domokos Faragó. Márki tovább, Mokos. Kovrik Szabó, Márki. Márki tovább, Csepregi, Fazekas,
Mokos ellövi távolról, de nagyot védett Dúl. Gyönyörűen mozdult el a kapus. Két kézzel paskolta ki a labdát. Kovrik Szabó üresen nem figyelnek rá, ketten sem. És milyen meglátás volt ez a passz, amit kapott Kovrik Szabó. 11-15 az állás. Bennarik tovább, Petrezselyem. Bejátszana el, ütik a labdát a kiskörösiek, Csepregi aztán megszerdi, Fazekas. Szentpéteri volt szabálytalan, viszont ezzel Szentpéteri elérte azt, hogy vissza tud zárni a hazai csapat. Domokos Varagó, Mokos. Fazekas le a szélre, Csepregi helyzetben bele a kapusba. De hát Dúlt is kell dicsérni, a második félidőben jól teljesít. Szentpéteri kilövi a hosszút. Kontrával szerez gólt a Soltvadkerti csapat. És ugye Dúltól indult, aki nagyot védett. Mokos, Márki, Csepregi. Vazekas, és egyelőre tartja a lépést a kiskörösiekkel a Soltvadkerti csapat. Mokos lőgolt, nem léptek ki rá, ezt ő kihasználja, 12-16. Bennarik, gyönyörű lábmunka, két embert becsapott. Az ötödik találata ez Bennariknak, 13-16 az állás. Nem tud elhúzni 3-4 gólnál jobban a kiskörösi gárda. Csepregi, Fazekas, Mokos. Fazekas tovább, Csepregi. Mokos, passzív a kiskörösiek játék, a fenn a játékvezető keze, Mokos ellövi. Dúl nagyot védett. Egyelőre Dúl tartja a sarat. Jól véd a hazai kapus. Petrezselyem. Szabad dobás jöhet. Nagy. Petrezselyem. Bennarik. Lefordul. Mindenki azt hitte, hogy Bennarik passzol. Ő kivárt egy ütemet, kapura fordult, és így 14-16 az állás, teljesen szorossá tette a meccset a Soltvadkerti csapat. Szépen visszajöttek a mérkőzésbe a hazaiak. Ugye kimaradtak a vendéghelyzetek, és védekezésben is elkövetett most hibákat a kiskörösi csapat. Ezt kihasználva zárkozott fel a Soltvadkerti együttes. De ugye érdekes lehet az is, hogy a mérkőzés végét majd melyik gárda bírja jobban, hiszen jóval hosszabb a kiskörösiek kis padja. Márki, Mokos. Fazekas. Csepregi. Mokos. Márki, Fazekas. Márki próbálja Kovrik Szabót keresni a labdával. Bennarik. Nem volt jó ez a bejátszott labda a kiskörösiek részéről, és ebből indulhat meg most a Soltvadkerti csapat, Drenkovics, Petrezselyem, Bennarik. Petrezselyem, Markó, Bennarik, Nagy, jön Szentpéteri, Petrezselyem,
Szentpéteri, el fogja dobni, jó ablok. Egy bejátszott labda középre, tovább csorog a labda, és kap egy szabad dobást a Soltatkerti együttes. Nagy végezheti el. Bennarik. Szentpéteri, Csepregi csapott bele a labdába. Ütött el a tovább passzolt labdát. Bennarik. Szentpéteri, és ellépte Szentpéteri, indulhat a kiskörösi akció, Fazekas nem fogja utolérni. Ez egy rossz indítás volt, pedig Fazekas nagyon meglépett, zicserben mehetett volna kapura. Szentpéteri nem tud lefordulni. Bennarik, Markó, Bennarik kapja a labdát, ó, egy nagyot kapott a nyakára Kovrik Szabótól. És két perces kiállítás, Kovrik is tudta, már szinte előre elindult le a pályáról, Kovrik Szabó Ivett. Egyébként sportszerű a mérkőzés, amit jól mutat, hogy a második fél időből már eltelt 7 perc, és ez az első kétperces kiállítás. Sárgalapok voltak, de kétperces pihenőre még nem kényszerült senki. És egy óriási gól a jobb oldalról. Beragad a vasra a labda. Petrezselyem a gólszerző. ...15-16 az állás. És nyílt most már a mérkőzés. Egy picit a második fél időben bent ragadt az öltözőben a kiskörösi csapat. A vendégek mindössze egy gólt szereztek 8 perc alatt. Ezzel szemben ugye 4-et lőtt zsinórban szinte a Soltatkerti együttes. Ez mindenféleképpen dicsérendő a hazaiak részéről. A kiskörösiek dobhatnak szabad dobást. Márki, Fazekas, Csepregi, Fazekas, és Fazekas emberrel együtt is beviszi, bedobja, és még egy kétperces kiállítás is a hazai csapatból. Hát így a legjobban jött ki ebből a helyzetből a kiskörösi csapat. És így egál a létszám tekintetében, bőfél percig a két csapat létszámilag. A mérkőzés állása pedig 15-17. Na ugye majd emberelőnyben játszhat egy kis ideig a kiskörösi gárda is, mint egy másfél percig. Drenkovics, Bennarik. Márki gyönyörűen lopta el a paszt, összeszedi a labdát. Márki egy lövőcsel után, gyönyörű mozdulat. Márki Éva második gólja ez. Drenkovics tovább, és most már ember előnyében a kiskörösi csapat. Egy percig még Bennarik tovább tudja tenni. Petrezselyen mellé, és nem is ért hozzá védő, tehát ez annyit jelent, hogy a kiskörösiek jöhetnek a labdával. Boldizsár szedi össze a hálóból, és passzolja Márkinak. Fazekas. Csepregi. Fazekas. Kollár, jönnek a fiatalok a kiskörösieknél most. Egy picit, ha rutinossabb sor pihenhet. Fazekas, Csepregi, Fazekas, László, belépnek Elihez, hetes így. A hetest pedig Csepregi fogja lőni, ha jól láttam, igen. A
Egy lövőcsel, Csepregi, és szépen belövi. Tizenöt-tizenkilenc most így az állás. Gyorsan rendezte sorait a kiskörösi csapat. 15-16 után. 15-19 most az állás. Egy középre játszott labda. És egy szép ejtés. Nagy a gólszerző beállós posztról. Fazekas. Fazekas még 7 méteres. Az belül védekezés volt így. Csepregi lőheti majd a hetest. Eddig maga biztosan lőte be a 7 métereseket. Lövőcsel, ahogy megszokhattuk, Csepregitől, és aztán szépen belövi. 16-20. Bizony az a 2 perces kiállítás. A Soltat kertieknél egy picit megkavarta a sorokat, ott tudott a kiskörösi csapat gólt gólokat dobni. És most már a vendégek vezetnek egy picit megnyugtató előnnyel. Bennarik a labdával. De ugye láthattuk a Soltat kerti csapattól, hogy vissza tud jönni a meccsbe. Szentpéteri, László tolja előre. Hazai szabad dobás jöhet. Petrezselyem, Bennarik, Szentpéteri. Visszakapja Szentpéteri, próbál elindulni, kiejti a kezéből a labdát, vagy kisodorják. Csepregi elindul lendületből, Csepregi zicserben, és belövi. Csepregivel nem ütközött senki, szabadon vezethette a labdát kapura, és értékesítette is a helyzetet. 16-21. Most egy picit nagyobb sebességre kapcsoltak a kiskörösi fiatalok. És elléptek a Soltat kertiektől. Bennarik. Görbe tovább. Üres ember a szélen. Boldizsár bele tud kapni kézzel. Jól zárta a szöget. Vendég kapus bravúrt láthattunk. Kollár. László. Fazekas, Csepregi, Fazekas, László, Kollár, nagy goldobot, föl sem tudta emelni a kezét, dúl. Olyan nagy erejű volt a lövés. 16-22 most az állás. Bennarik. Próbálja nagyot keresni középen. Zsubori védekezett jól most. Görbe. Tovább tudja tenni, így nem. Leütközi őt, lehúzza a földre László. Görbe. Bennarik. Görbe. Nem dobja el Petrezselyem. Az ő passzába pedig belecsapnak a kiskörösiek. Pontosabban Kornóci. Görbe. Petrezselyem eldobja fölé. László. Kornóci tovább. Kollár. Kollár átverekedi magát mindenkin. Aztán mellé lövi ezt a labdát. De kap egy szabad dobást. Kollár, László, Fazekas, eldobja hosszúra, és nagyon pontos a lövés. Fazekas már 4 gólos, és Opauszki Peti a vendégek edzője, időt kér, nem csodálom. 16-23 az állás, és úgy 16-23, hogy 15-16-nál nyílt volt a meccs, ugye egy volt közte, és ott valami történt a Soltat kertiekkel. Habár hozzá kell tennem, hogy ott volt egy ember hátránya is a Soltat kertieknek bő egy percig, és azt jól kihasználta a kiskörösi csapat.
viszont most sok a hiba a Soltatkerti csapat játékában, támadásban, valamint védekezésben is. És ugye lőttek lerohanásból és gólt a kiskörösiek, idézőjelben könnyű gólokat. Így aztán sikerült most a vendégeknek elhúzniuk. És most a mérkőzés eddigi legnagyobb különbsége a két csapat között, 7 találattal vezet a kiskörösi együttes. Úgyhogy a második félidő felén is túl vagyunk, a 15. percben járunk a második félidőben. És innen, hogy visszajön újra a meccsbe, a Soltatkerti Gárga bizony egy nagyon huszáros hajrák ellene. És a sok hiba, ami jellemzi most a Soltatkertiekezet, az nem igazán fér bele a játékba. Bennarik. Veszák Bennarik, Görbe. Szentpéteri. Görbe tovább. Bennarik le a szélre, Leszák üresen, és Leszák kilövi a hosszút. Méghozzá nagyon szépen. Fazekas még összeszedte valahogy. Csepregi tolják, kifelé éles szögbe kerül. Így ebből lesz egy szabad dobás. Fazekas. László Kollár. Kornóci. László. Kollár kiejti, aztán összeszedi, és végül László. Fazekas tovább tudja tenni. László leütközik őt, passzív a kiskörösiek játéka. Kollár, László tovább, Fazekas eldobhatja a hosszúra mellé. Görbe. Leszák, Bennarik, Görbe. Szentpéteri tovább tudja tenni. Drenkovics, ő viszont nem tud kapura fordulni. Hárman állják útját a kiskörösiek közül. Most nagyon keményen védekeznek a vendégek. Egy szabad dobás a hazai csapat javára. Görbe. Szentpéteri. Picit most úgy látom, hogy tanácstalan támadójátékban a Soltatkerti csapat. Szentpéteri, jó a lábmunkája, és ez gólt eredményez. Kollár elindul lendületből, Fazekas, levitték a földre őt, így ez 7 méteres, sőt még egy 2 perces büntetés is, amelyet Drenkovics kap. A helyettes pedig Kollár végezheti el. Egyelőre Kollár az összes 7-esét bedobta. Nézzük, hogy ez is bemegye. Vagyis Csepregi, elnézést, Csepregi dobta be az összes 7-esét, Csepregi pedig ezt is értékesíti. És így Csepregi már összesen 7 gólt dobott. És emberelőnyben a kiskörösi csapat. Legutóbb az emberelőnyből jól jöttek ki a vendégek. Bennarik. Kap egy szabad dobást. Görbe. Görbe. Bennarik. Jöhet egy újabb szabad dobás. Boldizsár szedte össze labdát, és jöhetnek a Soltatkertiek most. Bennarik. Görbe egy lövőcsel után. Egy újabb szabad dobás jöhet. Görbe. Leszák. Jól védekeznek most a kiskörösiek. Leszák még kiejti a labdát. Boldizsár nem indít, felnézett, de nem volt futó ember elől. Fazekas.
Csepregi, most ott az üres ember. Hú, de nagy gólt lőtt Csepregi. Hát Csepregi jól játszik. Maga biztosan értékesíti a heteseket, ugye, és szélről is lő gólokat Csepregi. 18-25 az állás. Görbe kiejti a kezéből a labdát, a kiskörösiek eszmélnek hamarabb. Fazekas, elpasszolja Fazekas. Aztán visszatámad Fazekas, megfogja ellenfelét. Kicsit elkapkodta ezt a játékot most Fazekas. Görbe. Drenkovic. Kiegészült időközben a Soltatkerti csapat. Görbe. Görbe a labdával. Görbe. Petrezselyem. Bennarik. Szentpéteri ellövi. Jól blokkol Zsubori. Jön az indítás. Koller meg tudja szerezni. Tovább teszi. Fazekas zicserben. És ő belövi. Így ezt nehéz lett volna már Fazekasnak elhibáznia. Kollárt is dicsérni kell, aki a nehéz labdát valahogy összegyűjtötte középen. Bennarik. Denkovic. És ugye legutóbb az ősszel kicskörösen is sok gólos győzelmet arattak a kicskörösiek. Egyelőre úgy tűnik, hogy a második félidő alapján ez megismétlődhet. Drenkovic, Bennarik, Drenkovic, Szentpéteri, kemény ütközés középen. Úgy tűnik, hogy összefejelt a két játékos, Szentpéteri, valamint László. László lenni is maradt a földön. Vétlen dolog volt egyébként. Egymás előtt keresztbe futott a két játékos, és ütközött a fej. László aztán feláll. Cérna János kíséri le őt a pályáról. A vendégek edzője. És egy picit pihennie kell most Lászlónak, lehet, hogy megszédült az esettől. Helyette pedig a kiskörösi csapatban Luca. Szentpéteri elpasszolja, Kollár lódulhat meg, teljesen üresen vezetheti a labdát, és Kollár mellé lövi. Hát, ha mondhatom azt, hogy a kihagyhatatlant kihagyta, akkor azt hiszem, hogy nem sértek meg vele senkit. Bennarik, Drenkovic, Szentpéteri. Csepregi szerzi meg gyönyörűen a labdát, erőszakosan elhozza. És a passz nem tudja összeszedni Luca, de azért nem, mert Drenkovic meglöki. Ebben is több volt ebben az akcióban. Fazekas. Luca kiejti a labdát. Hát egy bosszantó technikai hiba. Aztán nagy elcsúszott. Nem bántották a kiskörösiek ki a labda, most egymás hibáiból élnek a csapatok. Egyik, illetve másik oldalon is technikai hibák, rossz passzok, eladott labdák támadásban. Kollár. Kornóci. Kollár. Luca. Fazekas. Próbálja betenni, Zsubori befordul, így hetes. Igen, Zsubori kapura fordult, Petrezselyem már csak szabálytalanul tudta megállítani. És a hetest a mai napon nagyszerűen lövő Csepregi lőheti ismét a vendég oldalon. Csepregi lövőcsel után, és ezt is belövő Csepregi. ...18-27 az állás így.
Drenkovics próbál két ember között betörni Luca állta útját. Szentpéteri betenné középre, rossz a passz, lehet indítani, Kollár teljesen üresen, nem érnek vissza vele, és Kollár ez belövi. Na, így kellett volna az előbb is lőnie a 100%-os helyzetet, és egy újabb időkörű kérés most Opauszki Peti részéről, a hazai csapat edzője részéről a vendéggól után. Kezd eldőlni a találkozó. 18-28 az állás. 10 gólos a különbség, és hol van már az az időszak, ugye, amikor egyre jött fel a Soltatkerti csapat. 15-16-nál a második félidőben. És hozzá kell tennem, hogy ameddig bírták erővel a Soltatkertiek, tartották a lépést a kiskörösi csapattal. A második félidő felétől kezdve jobban bírják kondícióval a vendégek. Ugye az a jó oldalon mindössze 3 csere játékos, a vendégeknek már egy teljes sor a kispadon. Így azért teljesen más ugye a helyzet. És az időkérés után a hazai csapat jöhet a labdával. Bennarik tovább, Blesák! Kimarad a lehetőség, ha jól láttam, Boldizsár védett. Most azért kiskörösi oldalon a jó védekezés mellett Boldizsárt is kell dicsérni, aki védi a védhetőket. És egy-két alkalommal bravúrt is bemutatott. Luca tovább, Fazekas, Csepregi. Fazekas. Fal előtt a passzok. Egy távoli lövés felé. Drenkovics, Bennarik Drenkovics. Benkovics tovább, Szentpéteri, picit megcsúszott, így is tovább tud menni, kettős kapufa, hát nem volt szerencséje Szentpéterinek, és akkor még ennyien fogalmazok. Fazekas le tud fordulni, tovább tudja tenni Luca, Fazekas, Csepregi nem tudja megfogni a labdát, de ez Drenkovicsnak is köszönhető, jól védekezett most az a 21-es számú játékos. Bennarik, Drenkovics, Szentpéteri. Drenkovics eldobja lábról, ez könnyű csemege Boldizsárnak. És Boldizsár indíthat egy óriási labda Fazekasnak, és Fazekas belövi. Hát talán a mérkőzés eddigi legszebb jelenetét láthattuk. Boldizsár kiváló labdát tálalt oda Fazekasnak. Nagy. Bennarik. És a hosszú oldalon még nagy összegyűjti ezt a lecsorgó labdát. Aztán jöhet egy szabad dobás. Az utolsó 5 percen belül járunk. Szentpéteri tovább. Drenkovics, Bennarik el fogja lőni. Jó a blokk. Sőt, Boldizsár még össze is szedi a labdát, és már jön az indítás, de hát ott nincs piros mezes. Kornóci meggondolta magát, és inkább lecserélte magát, vagy lejött a pályáról. Elindult. Ugye Boldizsár azt nézte, hogy Kornóci indul, megrohanja a bal oldalt, illetve megfutja. De hát aztán ahelyett, hogy tovább futott volna Kornóci, visszafordult. És ugye így lett rossz ez a passz. Mokos tovább, Márki. A Mokos faragó, Kollár, Kollár még elindul. Belelövi a labdát a kapusba. Drenkovics. Szentpéteri, megfogják őt.
Bednarik tovább, és ez egy rossz passz, összegyűjti Kollár, Kollár kapja vissza Mokostól, Kollár zicserbe, és Kollár belövi. Lerohanásból szerez újabb találatot a kiskörösi együttes. Az első félidőben nem sok ilyen példa volt, a második félidőben annál inkább. Ugye most ugye vége felé elfáradós oltat kertiek ellen tudják gyorsítani a játékot a vendégek. Bennarik lőte kapura a labdát. Hazai szabad dobás jöhet. Bennarik. És Kollár, most is egy labdaszerzés a kiskörösi csapat részéről, Kollár helyzetben, Kollár ezt is belövi. Bő 2 perc van hátra, 18-31 az állás. A mérkőzés hajrájában ugye az erőfölény, illetve jobb kondícióban lévő kiskörösiek. Azért most már kezdik növelni az előnyüket. Jön ismét egy lerohanás, Mokos helyzetben, Mokos is belövi. Teljesen szétesik így a végére a soltatkerti csapatjátéka. Ugye bosszantó hibák támadásban, nem tudnak a hazaiak visszazárni. És most ebből szerzi rendre a góljait a kiskörösi együttes. Idézőjelben ugye könnyű gólokat lerohanásból. Görbe eldobja, Boldizsár beleér, de védeni nem tud. Görbe pedig mosolyog, hiszen gólt szerzett az első találata a mérkőzésen. 19-32 most így az állás. Kollár, Mokos. Kollár, Márki. Próbálja egyedül bevinni labdát, kevés sikerrel. Még egy perc van hátra a találkozóból. És annyit jelent ez, hogy a kiskörösiek az őszi szezonban idegenben is nagy gólarányú győzelmet tudnak aratni, győzni tudnak. Ugye a soltvadkertiek ellen közben Mokos lőtt egy kapufát, és a szomszédvári rangadót meg tudják nyerni a piros mezesek újra. Görbe eldobja, és besurran Boldizsár lába között. Hát Görbe a végén magára talált. Második gólját lövi. Márki indul el, Márki tovább, kipasszolja a labdát. A vendégek jöhetnek. Domokos Faragó éles szögből ő gólt. ...20-33 az állás, még 10 másodperc van hátra. Bennarik, Görbe, eladja a labdát. Márki még, próbál indítani, Mokos, összegyűjti, és vége a találkozónak. 20-33-mal zárul, tehát a kiskörösiek 13 gólos győzelmet aratnak. Elsősorban a második félidő második felében nyújtott jó teljesítményüknek köszönhetően nyernek ilyen nagy arányban a vendégek. A soltvadkertiek pedig úgy érzem a rövidebb kisfagyjuk miatt egy picit elfáradtak a végére, szétesett a játék a csapatnak, és bosszantó hibákat követtek el a hazaiak támadásban. Sok volt az eladott labda, az így megszerzett labdákból pedig gólokat tudott szerezni a kiskörösi csapat, és ezt a rangadót is a kiskörösi őszi mérkőzéshez hasonlóan a vendégek nagy gólarányjal tudják megnyerni. Gratulálok azért ettől függetlenül mindkét csapatnak a nagy küzdelemhez, a küzdeni akaráshoz, a kedves nézőknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, a viszontlátásra, viszonthallásra. Fidus Tibort hallották.